Üdvözlök mindenkit! Engem Barát Gábornak hívnak, és fényképezéssel, meg ilyen fényképezéssel kapcsolatos könyvek írásával foglalkozom többek között. És a mai témánk az a GIMP-nek a professzionális vagy félprofesszionális felhasználása fotókidolgozásban. Igazából, amiről ma szó lesz, az csak így nagyon a felszínt fogja karcolni, hogy angolból tükörfordítsak. Tehát ez csak egy ilyen, hogy is mondjam, csak figyelemfelkeltő, egy kis bemutató, pár tipp és trükk ahhoz, hogy hogyan lehet ezt a szoftvert valóban professzionálisan felhasználni. És szerintem vágjunk is bele rögtön abba, hogy mi is történik akkor, amikor az ember nekiáll egy fényképet kidolgozni. Ugye az alapvetően az a cél, ez egyébként amatőr kidolgozásnál is, hogy amikor elkészítjük a fényképet, azt kidolgozzuk, és aztán kinyomtatjuk, vagy elküldjük valakinek mondjuk e-mailen, vagy föltesszük egy weboldalra, akkor ez lehetőleg mindenki számára ugyanúgy nézzen ki. Tehát ez az a célunk, hogy ugyanazokat a színeket lássa a befogadó akkor, amikor kinyomtattuk és kitettük a nappali falára a fényképet, ugyanazt lássa, amikor elküldtük egy e-mailben, mondjuk, ha már professzionális feldolgozásról beszélünk, akkor mondjuk egy megrendelőnek, hogy válasszon a képek közül. És ehhez fel kell használnunk egy színkezelés nevű dolgot. Ez az első és legfontosabb dolog, amit meg kell érteni ahhoz, hogy az ember a munkafolyamatából a végén kipottyanó termék és kép a falon vagy az interneten az ugyanolyan legyen a befogadó számára, mint amilyen. Sajnos, vagy szerencsére, ahogy tetszik, az szerencse, hogy a GIMP egy multiplatform alkalmazás, tehát gyakorlatilag az összes nagyobb oprendszeren fut. Itt a reklámhelyen megígértem a kollégáknak a BSD-s tandon, hogy bemondom, hogy ugye ez egy Mac OS X, aminek az alapja FreeBSD, ez itt a reklámhelye, de a GIMP ugyanúgy fut Windows-on, vagy ugyanúgy fut gyakorlatilag az összes Linux disztribúción. Na ebből következőleg ez a színkezelés dolog, ami ugye operációs rendszer függő egy kicsit, legalábbis az alapja, az sajnos máshogy működik Windows-on, máshogy Mac OS X-en és máshogy Linux-on, de leginkább Linux-on vannak problémák, mert míg Mac OS X-en és Windows-on ez az operációs rendszer része, amiről majd mindjárt beszélek, addig Linux-on ez nem operációs rendszer szintű, hiszen a Linux desktopoknak, ugye ez nem az operációs rendszer, hanem ezt a felhasználói felület adja ezt a lehetőséget. Például azt majd mindjárt megmutatom, hogy Ubuntu-n hogy kell ezeket a dolgokat beállítani. Az első dolog, amit tudnunk kell, az hogy miből adódik a probléma. A probléma abból adódik, hogy fogunk egy fényképet, megnézzük a monitoron, eleve a monitorunk az mondjuk a 255.00 című piros szint, azt máshogy fogja az enyém visszaadni, mint a tiétek. Úgyhogy az első lényeges dolog az az, hogy a monitorunkat be kell kalibrálni, be kell úgy állítani, hogy a piros-piros, az piros legyen, hogy a középkék, az középkék legyen, és a többi, és a többi. Ezt úgy szokás csinálni, hogy van egy eszköz, amit kalibrátornak, kolorimeternek hívnak, vagy magyarul póknak, amit az ember így rátesz a képernyőre, és az megméri, hogy valójában a kiadott szín az milyen, majd ahhoz képest készít egy úgynevezett ICC profilt, egy olyan görbét, ami megmondja, hogy az adott szín az valójában hogy lesz ténylegesen piros, hogy kell a te monitorodnak megfelelő dolgot korrigálni. Gyorsan megmutatom, hogyha valaki Ubuntu-t használ, akkor az Ubuntu-nak a help oldalán erről szép leírás is található, hogy ezt hogyan lehet csinálni.
hogyan lehet ezeket a profilokat létrehozni. A profil létrehozásához megint csak Linuxon, ugye elméletileg megveszed ezt a pókot, amit fölraksz a képernyőre, megméri a dolgokat, ehhez van Windowsos, meg macOS X-es szoftver, Linuxos nincsen, aki Linuxon szeretné, és viszonylag sokan vagyunk, akik Linuxon szeretnének egy professzionális eszközt használni fotókidolgozáshoz, amilyen a GIMP. Ott van egy alkalmazás, amit úgy hívnak, hogy Discalgui, nem bírom ki, van a hatodszóra se. Ez gyakorlatilag az összes nagyobb ilyen gyártónak a pókjait ismeri, és ez a szoftver képes megcsinálni neked ezt az úgynevezett ICC profilt. Ez az ICC profil, mint mondtam, ez arra jó, hogy a monitorodnak a hibáit, színhibáit, azokat bekalibráld és ki tud javítani vele. A megint csak Ubuntu-n, az Ubuntu Help oldalán fönt van, hogy hogyan lehet ezt beállítani, hogy a te monitorod ICC profilját használja ugye a desktop. Ez Windows-on, meg macOS X-en, mint mondtam, ez része az operációs rendszernek, de ott is ugyanúgy a megfelelő helyen be kell állítani, ha csak maga a póknak a szoftver ezt meg nem teszi helyetted. Erre most nem térnék ki, mert ez egy viszonylag bonyolult téma, és hosszú leírásokat találsz az interneten, hogy ezt hogy lehet beállítani, viszont rövid leírások vannak csak a Linuxos beállításokhoz, úgyhogy ezt azért mutattam meg. No, akkor ott tartunk, ugye, hogy király, már a én kalibrált monitorom, meg a te kalibrált monitorod ugyanazt a képet fogja mutatni, ugyanolyan színű képet fog mutatni. Na de mi van akkor, amikor ki akarom ezt a dolgot nyomtatni? Ugye, amikor kinyomtatom, akkor van megint egy másik eszköz, a nyomtató, mondjuk egy otthoni tintasugaras nyomtató, vagy egy nagyobb tintasugaras vagy lézernyomtató mondjuk egy digitális nyomdában. És ott megint csak az a baj, hogy attól függően, hogy milyen gyártó, milyen tintával és milyen papírra nyomtatja azt a képet, más és más színű lesz. Vagyis itt ismét szükség van egy ilyen korrekcióra. A szerencse az, hogy a nagyobb nyomtatógyártók a saját tintájukhoz és a saját maguk által gyártott papírokhoz adnak ilyen ICC profilt, amit be tudsz állítani, hogy te a, nem tudom én, Canon nyomtatóddal erre a Canon típusú papírra fogsz nyomtatni, ahhoz ad a gyártó egy ICC profilt, ezt beállítod, és akkor már színhelyesen fog megjelenni a kép. Ez azért fontos egyébként, nem tudom ki volt az itt már, aki megpróbált kinyomtatni valamit, egy képet, és kijött egy teljesen más színű kép a nyomtatóból. Köszönöm. Na ez azért van. Ha nagyon professzionális felhasználás irányába megyünk el, vannak külön papírgyártók is, akik csak papírokat gyártanak, és ezek a papírgyártóknál szintén le lehet tölteni a papírhoz és a nyomtatóhoz, nyomtató kettőséhez tartozó ICC profilokat. Tehát ha te egy nagyon, nagyon szép fekete-fehér nyomatot akarsz csinálni egy különleges papírra, akkor ahhoz is érdemes megkeresni a papír gyártójának a honlapján, hogy a te nyomtatódhoz milyen ICC profil tartozik. Ezt majd, amikor a GIMP-en dolgozgunk, akkor meg is mutatom, hogy hogy lehet megnézni, meg ellenőrizni, hogy milyen is lesz a nyomat valójában. Oké, tehát ez nagyjából a színekkel kapcsolatos dolog, amit mindenképpen be kell állítanunk. Enélkül nem nagyon lesz az eredmény jó. Itt azt hiszem, aki nyomtatott, az már találkozott ezzel a problémával. Hát remélem, hogy akkor ennyit már hozzátettem a dologhoz, hogy a legközelebbi nyomat az már remélhetőleg jó lesz, de azt is hozzáteszem, hogy nagyon sok probléma van a tintasugaras nyomtatókkal. Általában, hogyha 2-3 napig nem használod, akkor már érdemes egy fejtisztítást, ami persze tintát fog enni, végrehajtani, hogy a színes nyomat az tényleg ugyanolyan színű legyen. De alapvetően a problémát az okozza, hogy a színteret nem jól állított, illetve a színprofilt nem jól állítottad be.
Van még egy dolog, amiről beszélni kell, amit szintérnek hívnak. Ez gyakorlatilag, amit itt láttok, ez az ember szeme által látott, ez a nagy patkó, ez az ember szeme által érzékelni tudott összes színnek az összessége, és a nagy patkóban vannak ilyen kis háromszögek, ami nem is mindig háromszög, azok pedig az adott eszköz által megjeleníteni tudott színeknek az összessége. És akkor az első, oda van írva egyébként, ja, kicsit lejjebb szólozok, és akkor látszani fog. Az elsőt azt úgy hívják, hogy sRGB, ez gyakorlatilag a piros, zöld és kék pöttyök, világító pöttyökből előállítható színek összessége. Magyarul ezek azok, amit egy monitor meg tud jeleníteni. Vannak olyan monitorok, nagyon drágák, amik képesek ennél nagyobb színteret is megjeleníteni bizonyos csalásokkal, de alapvetően egy monitor az egy ilyen egyszerű monitor, az általában ezeket a színeket tudja megjeleníteni. Ha a te fényképezőgéped ezt a zöldet rögzítette, akkor bajba vagy. Illetve nem vagy bajba, csak nem fogod látni a monitoron ugye azt a színt. Na most a következő lépés az az, hogy ugyanez a színtér megvan az adott nyomtatóhoz és papírhoz, és az mondjuk ezen itt nincsen lerajzolva, de az mondjuk meg így néz ki körülbelül. Tehát, amit te látsz a kidolgozás közben egyáltalán, tehát az összesből, tehát csak egy kevesebbet látsz, de még abból sem mindegyiket lehet a nyomtatón megjeleníteni. És akkor majd ezt szintén megmutatom, hogy lehet beállítani, hogy mit lehet ezekkel a dolgokkal csinálni, hogy nagyjából, tehát hogy nem lesz pont ugyanaz, de hogy nagyjából ugyanazokat a színeket kapd. Nyilván nem lesz, hiszen ha itt van egy zöld, amit nem tud kinyomtatni a nyomtatót, akkor azt nem tudja kinyomtatni, azt oda rajzolhatod zsírkrétával mondjuk, de más esélyed nincsen, tehát ott valamit majd kell kezdeni a képpel, hogy legalább hasonlítson. Ezek a színterek, amik ide vannak rajzolva, ez az Adobe RGB, akinek digitális fényképezőgépe van, kicsit, tehát mondjuk egy tükörreflexes, abban be lehet állítani ezt a színteret is, hogyha JPEG képet készítesz. Ez valamivel nagyobb részét fedi le az ember szeme által látott kép vagy színeknek. És az, amiben manapság a professzionális szoftverek dolgozni szoktak, az pedig az a Profoto RGB nevű színtér, ami már gyakorlatilag az összes színt lefedi, amit az ember látni képes. Jó, nagyjából ez az, amit a színterekről tudni kell, és a színterek konverziójáról pedig majd beszélek akkor, amikor a végén majd megmutatom, hogy lehet egy képet úgy kinyomtatni, hogy lehetőség szerint ugyanúgy nézzen ki, mint amit elvárunk tőle. Akkor át is lépnék a GIMP-be, hogy elkezdjünk egy képet kidolgozni. Azt pedig itt megnyitunk egy fájlt, és ahogy ezt láttátok, ez egy úgynevezett RAW fénykép. Gyors check csak, hogy ki tudja, hogy mi az, hogy RAW fotó. Oké, akkor nem kell túl sokat beszélnem. Róla a fényképezőgépetek kétféle formátumban tud rögzíteni, vagy a RAW, ami gyakorlatilag az érzékelőkből kiolvasott fizikai töltésértékek, tehát amit látott a géped, a másik pedig a JPEG, amikor, és ez most ebben a kontextusban lesz egy picit fontos, tehát amikor is a géped egy csomó mindent meg fog csinálni ezzel az adathalmazzal, amit rögzített az érzékelőd, azért, hogy az emészthető formátumú legyen. Csak gyorsan, hogy mit csinál, amikor JPEG-be konvertál. Gyakorlatilag azt, amit itt mindjárt kézzel meg fogunk csinálni. Tehát azzal kezdődik a dolog, hogy be fogja állítani, megpróbálja kitalálni, hogy a Bayer-Rács által lefedett érzékelő pontok azok valójában milyen színűek voltak, ezt visszaállítja, élesít,
zajt is szokott szűrni, meg hosszú expozíciós időn, hosszú expozíciós időnél zajt szűr, és a többi, és a többi. Tehát megcsinál egy csomó dolgot, és aztán az egészet letömöríti egy veszteséges tömörítéssel JPEG formátumba. És akkor ez azért jó, mert jó kettő dolog miatt. Egyébként az egyik az az, hogy nagyon kicsi lesz a mérete egy RAW-hoz képest, a másik pedig azért jó, mert ebből következik, mindig azt szokták mondani, nem tudom, ki volt ilyen fotós tanfolyamon, ott mindig azt mondják először is, hogy barátom, aki nem manuális módban fényképez, az nem igazi fotós. Ez az egyik, amit mondanak, és hazugság. A másik pedig azt szokták mondani, hogy aki nem RAW-ba fotóz, az hülye. Bárki elmegy és megkérdezi egy sportfotóstól, hogy beállította-e valaha is RAW-ra a gépét, akkor el fogja küldeni a fenébe. A sportfotós annak azt számít, hogy a JPEG kicsi mi volt a miatt, nem 5, hanem 15 darab képet tud csinálni egy másodperc alatt, és az életben nem érdekli, meg amúgy nem kell vele semmit se csinálni, hanem átküldi a szerkesztőségbe azt, ami jó, egy wifi kapcsolaton, vagy valahogy, és már ott is van, neki ez számít. Tehát, hogy van, amikor érdemes JPEG-ben fotózni, van, amikor RAW-ban érdemes fotózni. Általában akkor érdemes RAW-ba fotózni, hogyha egy, nem számít az, hogy mekkora méretű, kettő, utólag tudod, hogy sok mindent szeretnél alakítani, hiszen a RAW-ban meglévő plusz információ az segít abban, hogy kevesebb veszteséggel tud alakítgatni a dolgokat, és most ezt fogjuk csinálni, most alakítgatni fogjuk a dolgokat. Először is az első dolog, amit tudni kell, hogy a GIMP önmagától nem képes RAW fotókat feldolgozni. Ez egy csalás itt, ezt úgy hívják, hogy UFRAW, és ez egy beépülő modul a GIMP-be. Ő az, aki miatt én most meg tudok nyitni egy RAW fotót. Ez körülbelül úgy néz ki az UFRAW, hogy talán Linux alatt, hogyha telepíted a GIMP-et, most Ubuntu, bocsánat, nem, tehát kifejezetten Ubuntu alatt, telepíted a GIMP-et, rákeresel a szoftverközpontba, hogy UFRAW, föltelepíted és kész van. Windows alatt ez úgy megy, hogy letöltöd a GIMP-et, aztán megkeresed, de nincsen beépülő modul, igazából csak önállóan működő RAW konverter van az UFRAW-ból, és akkor elolvasó 62 ilyen leírást az interneten, hogy hogy lehet abból olyat csinálni, hogy beépülő modul legyen. A Mac OS X alatt van egy külön terjesztés, nem tudom, valakit érdekel, tehát hogy a letöltöd a GIMP-et és abban nincsen benne, de van egy külön terjesztés, amihez hozzáfordították. Én most ezt használom, ez a Lizanet nevű német helyről letölthető, tehát lizanet.de, és egyébként pedig bárki fordíthat, ugye, hogyha letölti a forráskódot, és akkor, hát ezt nem tudom, aki gondolja, az megteheti, maradjunk ebben. Na, úgyhogy így lehet az UFRAW-t elérni, ez egy kicsit bonyolult, de hogyha már ott van, akkor örülünk, és ez valójában egy alapvető RAW kidolgozásra jó szoftver, és a végén, amikor beállítottunk mindent, amit egyébként, ugye amikor JPEG-be fotózol a fényképezőgépet megcsinál, akkor utána megnyithatjuk majd a képet a GIMP-ben, és utána neki is állunk, majd mutatok pár trükköt, hogy ezt hogy kell, vagy hogy lehet megcsinálni, megszerkeszteni. Na először is akkor, amit mindig be szoktunk volt állítani, az az expozíció, vagy jó, vagy nem jó. Itt ott fönt van, na most jól megmutattam, tehát hogy ott lehet látni, itt lehet az expozíció értékét beállítani pozitív vagy negatív irányba. Sajnos én azt tapasztaltam, hogy az automata beállítás az szinte soha nem hoz jó eredményt, úgyhogy én ezt így kézzel szoktam állítgatni. Ennél a fotónál most nem is fogom elállítani, mert ez nagyjából rendben van. Hozzáteszem, hogy amit mondtam arról, hogy
ott hogy néz ki a kép, meg hogy itt hogy néz ki a kép, azt majd, hogyha ide jöttök és megnézitek így, akkor látjátok, hogy a kettő köszönő viszonyban nincs egymással. Ott például ezen a képen, de most előrébb megyek egy picit, hogy ti mit láttok. Tehát, hogy nekem ott a jobb oldalon bőven vannak még részletek, jobb oldalt fönt a ház falából, ti már ott semmit nem láttok. Én úgy dolgozom, ahogy itt látom jól. Ti meg elképzelitek, hogy az jól néz ki, jó? Jó, a következő dolog, amit be kell állítani, az a fehér egyensúly. Ez általában a legtöbb esetben jól csinálja a fényképezőgépet, kivéve ha direkt elállítod, vagy pedig ilyen nagy... Tehát itt most szerintem egy fényképezőgép sem lenne képes rendesen beállítani a fehér egyensúlyt, mert olyan kevert fény van, hogy nem tudom, ez egy ilyen 3000 Kelvin körüli, 2500 Kelvin körüli műfény, plusz kintről jön egy ilyen 6000 Kelvin körüli, 5500-6000 Kelvin körüli napfény, vagy ilyen felhős idő, és akkor a kettőből ott tök más a fehér egyensúly, mint itt. Ezt nem tudja a fényképezőgéped jól beállítani, viszont mi be tudjuk állítani, vagy tudunk segíteni a dolgom. És a legegyszerűbb ugye az azt csinálni, hogy ide a fehér dologra rajzolunk egy pici részt, hogy akkor most abból szeretnénk, és megnyomjuk ezt a szemcseppentőt, és akkor ő beállítja a fehér egyensúlyt. Hát nem tudom, láttátok-e, egy kicsit elállítodott, de csak épp hogy. A következő dolog, amit be kell állítani, ez a demozaiking nevű dolog. Ez, amiről beszéltem, hogy ugye a fényképezőgéped, a legtöbb fényképezőgép szenzora az úgy működik, hogy van 4 millió pixel így, meg 6 millió így, és akkor azok előtt, mindegyik előtt van egy színszűrő. Piros, zöld, kék, zöld ebben a dologban. Általában ezt hívják Bayer-rácsnak, mert hogy a CCD, ami a kamerádban felfogja azt, hogy milyen mennyiségű fény esik rá, az tök színvak. És akkor a színeket ezt csak úgy tudjuk visszaállítani, hogy már eleve azt mondjuk, hogy az egyik csak pirosat, másik csak zöldet mér, a harmadik kéket, a negyedik megint zöldet. Ennek az a hátránya, hogy akkor, amikor színes képet akarunk visszaállítani, akkor mindegyikre azok alapján, a fizikai paraméterek alapján, amit ismerünk, meg kell próbálni visszaállítani az eredeti színértéket. Na ez annyira nem egyszerű, hogy én egyszer csináltam egy ilyen kis tesztet arról nézve, hogy ezek az eljárások, ezek milyen színeket adnak vissza, és hát tessék megnézni, hogy ez négy darab különböző, köztük a GIMP-nek a AHD címűje is benne van. Hát ezek nem teljesen ugyanazok, hogy finoman fogalmazunk, nem ugyanazok a színek. Úgyhogy itt érdemes azt csinálni, hát vagy azt mondod, hogy nem érdekel, és akkor hagyod a default értéken, vagy pedig megnézed, hogy az adott fotóra éppen melyik az interpoláció, ami jó. Ezt érdemes egyébként nyilván 100%-os méretben nézni, mert akkor meg olyan helyen, bocsánat, de meg olyan helyen érdemes nézni, ahol látunk is valamit. Hát most nekem nem sikerült. Na, ezt például visszaállítjuk ilyenre, hát hogyha az... Az se rakta rendbe, de... Tehát, hogy ez az egyik, ez a másik, és akkor az alapján, hogy szerintünk milyen volt az eredeti, az alapján lehet választani. Jó, ez tényleg csak akkor számít, hogyha a Coca-Cola pirosat kell visszaállítsál a Coca-Colánál, különben tényleg csak ízlés kérdése. A következő nagyszerű, és most nem fogok tudni mindent nyilván megmutatni, de hogy az érdekesebb dolgokat azt szeretném, van egy automatikus lencse korrekció lehetőség is, az alapján, hogy milyen fényképezőgéppel meg milyen optikával készítetted a képet.
képes automatikus lencsekorrekciót végrehajtani. Ez mondjuk itt nem feltétlenül érdekes. Két esetben, ha tesztáblát fényképezel, akkor nagyon fontos. A másik pedig akkor, hogyha épületet fotózol, mert az épületnél azért viszonylag jól kiszúrható, hogyha a párhuzamosok nem párhuzamosok, hanem ilyen kis hordósak, azért az nem mindig jó. Általában kitalálja azt, hogy milyen, mivel készült, ha nem találja ki, akkor meg lehet mondani neki, hogy ez ha jól emlékszem, akkor ez egy 1770-es Sigma volt, és akkor hopp, át is alakított annak megfelelően a képet. Ez egy nagyon jó tulajdonság, ezt én nagyon szeretem. És a következő lépés, amit még érdemes megtenni, az a kontrasztnak és a színtelítettségnek a beállítása. Én most, mivel eleve egy kicsit ilyen színtelítetlenebb férfi portrét szeretnék készíteni, ezért ezt most egy picit lejjebb is húzom. Nektek még mindig nagyon, nagyon narancssárga, de hát ez van. Jó, és akkor innentől fogva, majd hogyha belássátok magatokat, akkor látni fogjátok, hogy vannak még dolgok, amiket meg lehet csinálni itt is, például a görbék beállítása meg lehet csinálni a GIMP-ben is, és nyilván, ha itt csinálod meg, akkor kisebb veszteséggel dolgozol, mint hogyha a GIMP-ben, majd elmondom mindjárt, hogy miért, de a GIMP-ben pedig egész végig, miután beolvastad ezt a képet, meg lesz a lehetőséged a visszalépésre, úgyhogy ezt neked kell kitalálni, hogy te még miket állítgatsz be. Én itt ebben az esetben minimálisat szoktam beállítani úgy, hogy az működjön, és akkor utána a GIMP-ben lehet kidolgozni a képet. Na most akkor rácsapunk az OK gombra, megcsinálja, amit meg kell csináljon, és betölti a GIMP-be a fotót, és akkor azt mondja nekem, hogy ez tartalmaz egy beágyazott színprofilt, Adobe RGB, és át akarom-e állítani a munkaterület a GIMP-ben, ugye sRGB és még egy hosszú számsor, tehát sRGB van beállítva. Mikor melyiket? Ez a jövőben ne kérdezze meg, ezt ne, soha ne, mert ez attól függ, hogy mit akarsz csinálni majd később a képpel. Hogyha ez a kép, ez mondjuk internetre megy, akkor azt mondod, hogy alakítsa át, és akkor sRGB-be lesz, és mindenki ugyanazt fogja kb. Látni. Hogyha ezzel szemben később még fel akarod használni ezt a képet valamire, még utóbb dolgozni akarsz rajta, akkor érdemes a nagyobb színteret meghagyni, nem abba a picibe dolgozni, amit csak ott látsz a képernyődön, és nem azért, mert ugye nem látod, tehát azért, mert ha nagyobb színtér van meg, akkor amikor átalakítod egy picit a képet, akkor még tud dolgozni úgy, hogy azok alapján, az adatok alapján, amik megvannak. Hogyha átalakítod, akkor azok az adatok az átalakításnál el fognak veszni, és akkor sokkal kisebb adatból fog dolgozni. Én most azt mondom, hogy alakítsa át, mert ez most minket nem érdekel ebből a szempontból, és itt egy icipici kitérőt teszek abba az irányba, hogy miért nem legteljesebb mértékig profi feldolgozásra alkalmas a GIMP. Ezt most, ha itt elhallgatnám, akkor azt gondolnátok, hogy ez így van, és ezt legtöbben el is kéne hallgassák, és akkor mindenki azt hinni, hogy a GIMP-el kitűnően lehet professzionálisan kidolgozni. Egyetlen egy probléma van, az pedig az, hogy a GIMP csak jelenlegi állapotában, a 2.8-as GIMP csak 8 bites képeket képes feldolgozni. Tehát akkor, amikor azt a 14 bites RAW fotót átalakítjuk, vagy uram, bocsán, mondjuk a Lightroom-ban csinálsz dolgokat, és utána a Lightroom-ból átveszed a képet GIMP-be, hogy GIMP-ben még megdolgoz, akkor az a fotó az onnan el fog veszteni egy csomó adatot. A 14 bitről 8 bitre fog konvertálódni, és 8 biten itt már, amikor dolgozom, 8 biten dolgozom. Nem akarok senkit azzal áltatni, hogy
hirtelen meg fog ez javulni, mert 3 éve készül a 2.10-es GIMP, ami elvileg 32 bites módon belső, tehát 32 biten tárolja belül a képeket, és úgy tud dolgozni, és 3 éve nem sikerült kiadni. Vannak belőle ilyen development release-ek, amiket meg lehet nézegetni, de hát tehát az volt 3 évvel ezelőtt, az volt, hogy a következő változat, ugye a 2.8 után a 2.10 jön, a következő változatban már ez benne lesz, és irgalmatlanul régen nem jött ki. A 2.8-ban egyébként, ha valakit érdekel a dolog, akkor már van egy, bocsánat, hol is eszközök, ott a Gaggle művelet, így hívják. Gyakorlatilag ezek azok, amik majd az új GIMP-ben, a 2.10-es GIMP-ben már működni fognak ilyen belső 32 biten tárolt képeken képesek ezek a műveletek működni, és egyébként azért is nincs kész, mert hogy magukat az algoritmusokat is át kell írni, meg az összes szűrőt, mindent át kell írni, hogy 32 biten tudjon dolgozni. Na de, ha majd lesz, akkor már tényleg professzionális felhasználásra alkalmas lesz, így csak így köztünk alkalmas professzionális feldolgozásra. És gyorsan megmutatom, hogy mit kell beállítani a GIMP-be ahhoz, hogy a színhelyes vagy színkezelt munkafolyamatunk az jól működjön. Én most átállítottam ezt magyarra, úgyhogy lehet, hogy néhány dolgot kicsit nehezebben fogok megtalálni. Úgy néz ki, hogy színkezelés, fül, és ez, ha Windows-t, Mac OSX-et, vagy Ubuntu által adott, talán abban a GNOME 3 alapú a desktop, de nem vagyok benne biztos, ha ezt használjátok, akkor ott érdemes beállítani a monitornak a profilját, tehát az operációs rendszer szintjén, és ott azt a checkboxot, hogy a rendszer monitor profiljának használata, ha lehetséges, azt bekapcsolni, és akkor nektek ezzel nem kell törődni, hanem a GIMP az átveszi az operációs rendszer, vagy a GNOME-nak a színkezeléshez beállított monitor profilját. Egyébként én itt beállítottam egy monitor profilt, csak azért, hogy ez egy valódi, de régebben megmért profil, és hogyha ezt kikapcsolom, akkor talán látszik ott a háttérben, hogy a színe a képnek megváltozik az alapján, hogy melyik profilt használja, ami most a rendszerben van, vagy pedig ezt a régit. Úgyhogy a beállítás tehát így néz ki, és ha ez megvan, akkor az az elmélet, hogy színhelyes képet láttok a monitoron, a GIMP-ben is. Ha ezt nem kapcsolod be, és mellé teszed ugyanazt a fotót egy fotó megjelenítő programban, akkor a kettőnek más lesz a színe. Úgyhogy ezzel aki elkezd foglalkozni, annak ez általában mindig problémát okoz, hogy akkor most melyik a színhelyes kép. Régebben még inkább, ameddig az operáció, mondjuk a Windowsban például nem volt operációs rendszer szintjén ilyen színkezelés, addig aztán ott össze-vissza volt az egész. Szerencsére most már a legtöbb böngészőben is van színkezelés, tehát ők a böngészők is meg tudják helyesen jeleníteni, illetve hát alapvetően a képnézegetők meg szintén, főleg, hogyha használják a rendszerét. És akkor, mivel a rendszer most már 2015-ben vagyunk, ami azt jelenti, hogy legalább színkezelés, ha már ékezetes betűk nincsenek, de legalább színkezelésünk van, akkor ott érdemes ezt bekapcsolni, és akkor ezzel letudtuk a problémát. Jó, tehát akkor most van egy szín, olyan nagyjából színű képünk, amit meg is lehet dolgozni, és most jön az a rész, ami egy ilyen kétnapos tanfolyamnak, a következő 5 percben jön az a rész, ami egy ilyen kétnapos tanfolyamnak a része, vagy nem tudom, hogy hogyan kell ezt kidolgozni. Nagyon gyorsan mutatok egy trükköt, aztán nagyon gyorsan elmondom, hogy mit kell még csinálni ahhoz, hogy egy,
egy portrét kidolgozunk, illetve kettő dolgot fogok mutatni. Az első az az, hogy emberünk nem volt kisminkelve, ez mondjuk férfiaknál hát nem mindig szokott így lenni, de 700% sok lesz, bocsánat. Ilyen ronda pattanások, meg egyebek. Ez minden portrénál ez az első, amit megcsinál az ember, hogy ezeket a ronda pattanásokat eltünteti. A ronda pattanások eltüntetésére, ezt nem tudom miért találták ki, de ez a már a javítóeszköznek az ikonját, szóval ez a ilyen ragasztó való. Ez igen egyszerű, hogyha rákattintasz, és utána beállítod a megfelelő méretűre, ezt is többféleképpen lehet, és most abszolút nincs időnk rá, hogy elmeséljem, hogy milyen jó kis trükkök vannak. Tehát, hogy beállítod megfelelő méretűre, kicsit nagyobbra, mint amekkora pattanás. Ott alul írja is egyébként, hogy milyen gombot kell megnyomni, akkor ebben az esetben a kontrollt kell megnyomni, és akkor ott kattintunk egyet, akkor onnan veszi az értéket, és oda meg rátesszük, és már is eltűnt a pattanás. Hát ezt még sokszor meg kell csinálni. Megteheted azt is, hogyha nem akarod, hogy ez a javító nagyon látható legyen, hogy akkor az átlátszatlanságot lejjebb veszed egy picit, és akkor jobban meghagyja az eredeti textúrát alatta, és csak épp hogy teszi rá az újat, vagy hát azt a javítót. Régen ezt a klónbélyegzővel csinálták, de a klónbélyegző az csak máshol, a javító pedig a két területnek az összegéből egy matematikai algoritmus alapján csinál egy olyat, ami valószínűsíthetően ott lehetett. Tehát erre a dologra jobb a javítóeszköz. Tehát ez az első, ezt most még pár helyen meg kéne csináljam, de nem csinálom meg. És a második trükk, amit meg szeretnék megmutatni, az pedig úgy néz ki, és ez az összes ilyen portré retusálásnak a legesleg alapabb alapja, hogy úgy dolgozunk, hogy csinálunk egy másik réteget, ugye a GIMP-ben, mint a Photoshopban is rétegek vannak, és a rétegek egymásra rakásából, mintha egy fölülről átnéznénk egy ilyen fólia képen, abból adódik ki a teljes kép. Úgyhogy Ctrl-Shift-D-vel csinálunk egy másik réteget, egy másolatot, és most azt fogjuk csinálni, hogy helyi változtatásokat akarunk csinálni. Elmondom, hogy mik a helyi változtatások, amiket egy portré esetén meg szoktunk csinálni. Szemretusálása kettő részből áll. Az egyik a szem fehérjének a fehérítése és kicsit világosítása. Nagyon kell vigyázni, mert ha kicsinél jobban világosított ki, akkor úgy fog kinézni, mint az ördögök döglött öreganyja. Hát így világítani fog a szeme, az annyira nem jó. A másik pedig az írisznek a retusálása. Az írisz az ugye ez a szivárványhártya magyarul. Azt szoktuk csinálni, hogy a belső részét a szivárványhártyának picit kivilágosítjuk, meg egy picit részletgazdagabbá varázsoljuk. A szélét pedig, a szélén van mindenkinek, majd nézzétek meg közelről, itt talán látszik, van egy ilyen sötétebb rész, azt viszont úgy hagyjuk, és akkor ennek a kontrasztja az még inkább a szemre fogja irányítani a nézőnek a tekintetét, és ugye a szem a lélek tükre, tehát hogy egy portré esetén az az egyik legfontosabb dolog. Aztán fogakat akarunk egy kicsit fehéríteni, és aztán még általában női portrék esetén egy kicsit ilyen babaszerű arcot szeretnénk, hogy egy 5 évet le tudjon tagadni a hölgy, akit retusálunk. A módszer pedig, amit meg szeretnék gyorsan mutatni, az annyi, hogy készítünk egy rétegmaszkot. A rétegmaszk az azt tudja, hogy csak a kép bizonyos része lesz átlátszó, a többi nem. Ha most azt mondom, hogy fekete legyen, teljesen átlátszó, akkor igazából ami fekete a képen, az átlátszó, ami fehér,
maszkon, bocsánat, ami fehér a maszkon, az nem lesz átlátszó. Ha most a szemet fogom retusálni, akkor azt fogom tenni, hogy csinálok egy fekete rétegmaszkot, fehérrel ráfestek ide majd a szemre mindjárt, hogy csak egy kicsit kisebbet. Még kisebbet. Én kérek elnézést, mert ezt most nem sikerült, meg ezt a másik szemben is meg kéne csinálni. És akkor bármit, amit most módosítok, például hoppa, elnézést. Ez így lesz jó. Tehát mondjuk az árnyalatán az adott szemre, nem tudom, látszik, megy mennyire látszik, az adott szemen fog csak világosítsunk rajta. Tehát csak az adott szem esetében fog működni. Már hogyha ráfestettem azt a fehéret, de szerintem ráfestettem. Ha máshova festenék, akkor más lenne. Jó, ugyanez a módszer mindegyikre. Nyilván a szem retusálásánál ugye most nem árnyalatterítettséget kellett volna állítsak, hanem például érdemes lett volna egy picit élesíteni rajta, egy picit világosítani, tehát mondjuk és akár, hogyha arról van szó, még a színét is meg lehet ugyanezzel a módszerrel változtatni. És akkor jön az összes többi ugyanígy. Nagyon kevés az időnk, nagyon sokat beszéltem, úgyhogy gyorsan még egy dolog, amit mindenképp meg szeretnék mutatni, illetve kettő. Az egyik az a szűrők között van, és ez szintén egy önmagában letölthető szűrőcsomag. Ezt úgy hívják, hogy G'mit, rá lehet keresni, és ez legalább úgy letöltődik mindenhez, tehát ezzel nincs olyan nagy gond, mint az előbb említett UFRO-val, és ebben olyan dolgok vannak benne, mint például, ezt kicsit lekicsinyítjük, mint például mondjuk, hogy egy fekete-fehér filmet lehet szimulálni egyetlen egy mozdulattal, tehát most a fotóm az úgy néz ki, mintha egy Ilford filmre lenne fényképezve. Nem pont ugyanolyan azért, de nagyon hasonló hatást ad, és egyetlen kattintás, tehát ez nagyon megkönnyíti a dolgot. De amit még ez a csomag tud, és ott nyitva is van, nagyon sokféle élesítési eljárást, a LAB élesítéstől, ami ugye amivel csak a világossági részen élesít, és ezáltal a színzajt nem fogod élesíteni. High-pass filteringen keresztül mindenféle van benne. Csupa gyöngyszem, ami fotósoknak jó. Kb. Ennyi a 3 hétig lehet nézegetni, hogy micsoda királyságok vannak benne. És amit még meg akartam mutatni mindenképpen a következő 1 percben, ami hátra van, az, amit a nyomtatással kapcsolatban érdemes tudni, hogy vannak ilyen úgynevezett képernyőszűrők a GIMP-ben, és ezeknek a képernyőszűrőknek a segítségével meg tudjuk nézni, hogy hogyan fog körülbelül kinézni a nyomatunk. Tehát nem kell elpazarolni egy nagyon drága papírt rögtön, hanem azt lehet mondani, hogy most egy színes próbanyomatot szeretnék itt nézni, megmondom, hogy ilyen profillal, ugye ez itt egy ilyen ICC profil, ami, ha megnézitek, ez egy azért jók ezek, mert a nyomtatógyártók direkt úgy adják, hogy nehogy fölismernám, hogy mi az, de ez egy Epson nyomtatónak a Prmgurs, tehát a Premium Glossy papír és Best Photo, tehát így lehet lefordítani azt, ami oda van írva. Ez egyféle papír, gyártó által gyártott papírhoz tartozó ICC profil,
És ő ez alapján képes elkészíteni a próbanyomatnak megfelelő képet, tehát hátul elméletileg változik is a dolog, illetve két fotózásban kétféle ilyen intentnek hívják, célnek van fordítva, célt érdemes használni. Az érzékelését és a relatív színmérését, ezt angolul perceptual, illetve relative colorimetricnek hívják, és a kettő között az a különbség, hogy az érzékelési az úgy csinál, hogy az összes látható szint, vagyis hát összes szint, ami a képen van, azt így belenyomja abba a tartományba, mintha egy ilyen geometriai transformációt végezne, abba a tartományba, amit meg tud jeleníteni az adott eszköz. A másik pedig az meg azt csinálja, hogy azokat a színeket, amik kívül esnek a megjeleníthetőség tartományán, azokat a legközelebbi színekbe belehúzza, és a többit nem változtatja meg. Az, hogy mikor melyiket érdemes használni, azt mindig meg szokták kérdezni, és nem tudom megmondani, meg kell nézni a próbanyomaton. Egy biztos, hogy ha Coca-Cola piros kell legyen a nyomtatásban, akkor csak relatív színmérését használhatsz, mert az a Coca-Cola pirosat úgy hagyja, ami meg nem Coca-Cola piros volt, azokat meg a legközelebbibe teszi, de a másik ugye az a Coca-Cola pirost is meg fogja változtatni, úgy, hogy az összes beleférjen abba a tartományba. Na most mivel szerintem itt nincs olyan, aki reklámfotókat készítene, amin a színhelyességnek ilyen dolgai vannak, ezért gyakorlatilag érdemes megnézni, hogy melyik lesz az, ami közelebb van ahhoz a gondolathoz, ahhoz a fejedben levő gondolathoz, ahogy a kép ki kéne nézzen, és utána azzal kinyomtatni. Na, mielőtt megköszönném a figyelmet, remélem, hogy hagytam mindenkiben egy csomó kérdést, amit egyrészt föl lehet tenni majd mindjárt, másrészt pedig, ez itt a reklám helye, akiben kérdések vannak, és szeretne ennél egy kicsit többet megtudni, vagy többet foglalkozni a dologról, vagy dologgal, bocsánat, az, ha elmegy a gimp.hu című weblapra, ha így néz ki, akkor onnan, nagyon bonyolultám, idáig le kell jönni, ígyni, és ott jobb oldalt le lehet tölteni különböző felbontásokban a gimp könyvet, amiben nem csak fotókidolgozásról, hanem más dolgokról is szó van, meg ezekről is talán kicsit bővebben, talán kicsit kevésbé bőven, amiket most elmondtam. Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt a FSFU alapítvány támogatásával bárki ingyen letöltheti ezt a könyvet, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy hát viszonylag sok év alatt, de sikerült összehozni, hogy ez meglegyen, és tényleg csak ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Úgyhogy most ezzel megköszönöm a figyelmet, hogyha tényleg marad bárkiben kérdés, akkor nyilván az előadáson kívül nyugodtan jöjjön, és szívesen válaszolok.